Akkor, amint mondtam, jöjjenek a 3D gyorsító, GPU tesztek. Először az Epic Citadel. Ha jó ejtettem, ha nem így mondtam. Angol tudásom nem túl erős. Ez egy 44-1-es futás, volt már jobb is, volt már rosszabb is, ennek is van egy kis szórása, valamint természetesen függ attól, hogy mik futnak a háttérben. Jó, akkor ezt kilövetjük, majd pedig jöhet a szokásos Nenemark. Itt, amit láthatjuk, a legjobb 57-es volt, legutolsó 56-5-ös. Talán ez az a program, aminek a legkisebb szórása van. 90%-ban egy adott modellen általában ugyanazt futja. Íme sokban most se tértem az eddigi futásoktól, tehát maximum, ami van, egy pontos szórás. Ezzel aztán a GPU tesztek is letudva, még egy-két játék lesz bemutatva a következő videóban.